Te milyen stílus követel? Avantgárd. Talán hívjuk avantgárdnak, amit készítek. Ott kötűr, nem minden ruhám, de a kötűrbe az összes belefér. Nagyon-nagyon sok kézi munka van bennük. Van némi gépi öltés is. Londonban élsz, és ott mutattad be a ruhakreációidat. Mennyivel más a londoni közönség, mint a budapesti? Londoni közönség, mondhatnám, némiképp szakértőbb, kevésbé lelkes viszont. Tehát tökéletesen értik, hogy hogy épül fel egy ruha, tisztában vannak a kézimunka mikéntjével, meg tudják különböztetni, hogy melyik ruha az, ami nagyon sok időt igényel elkészíteni, melyik az, amelyik mondjuk látványos, de könnyebb elkészíteni. Nem, talán nem annyira lelkesek, mint a magyarok, akik... Én nem tudom, nem mondhatnám, hogy jobban szívükön viselik a divat mikéntjét, de aki egy ilyen rendezvényre eljön, az érdeklődik iránta. Bemutatnád a ruhakollekcióidat? Mit láttunk ma? Tulajdonképpen egy virágkarneválnak lehetne nevezni a kollekciómat. Tündérlányok, virágtündérek, sejemben, brokádban, színes, mint mindig. Melyik volt az a ruhakköltemény, ami nagyon sok kihívás volt a számodra, sok időbe tellett, nem tudom. Igen, a legutolsó idő, tehát hívjuk időigényesnek, az körülbelül 400 órát vett igénybe, az összes apró jójócskát egyenként megvarni, majd gyöngyel összevarogatni. Volt egy másik jójó ruhám is, az jóval nagyobbakból állt, így negyede annyi munka volt. De a legutolsó ruha az nagyon sok időt. Mondtad a jó ruhát, egy kicsit közelebbről bemutatnád ezt? Hogy néz ki? Hogyan készítetted? Igen, hát ez egy kézi munka, ezt máshogy nem lehet. Apró köröcskéket vág az ember textilből, majd körbeszegi, behúzza, elvarja, összevarja. Az sok idő. Hogy tetszett a rendezvény? Minden úgy alakult, ahogy tervezted? Csodálatos itthon bemutatni, meg kell mondanom, a legjobb rendezvény, amin világszerte részt vettem. Bemutattam egy-két másik országban is már, de összeszedett, pontos, nagyon szeretek Budapesten bemutatni. Nagyon távlati terveid? Most visszautazol Londonban, vagy maradsz még itt? Visszautazom Londonban. Ott dolgozom, ott élek, megyek vissza munkálkodni. És most mivel fogok foglalkozni ezután, a rendezvény után? Hát a következő kollekciómmal. És az a következő kollekciónak már tudod a tervezetét, vagy még ezután fogod kitalálni? Igazából már elkezdtem rajta dolgozni. Az is kézi munka, virágos, sejem, hernyó sejem, mindenféle, van benne vegyes is. Hasonló lesz a stílusa, de inkább télies. Ez a télies az talán inkább a színeire vonatkozik, nem annyira az anyaghasználatra, mert ez sem a nyári textil kollekció volt. Szeretem a súlyos ruhákat, szeretem, ha nehéz, ha van benne elég anyag.